tényleg. A franciák nyilván vissza akarnak vágni az elszenvedett sérelmekért. Nem véletlen, hogy melyik helyiséget fogják kiválasztani. A Versailles kastély, igen. A monarchiával szülön nem is kötnek békét. Saint-Germainben kivel kötnek békét? Ausztriával. Ezt már valami... Széthullott. Ja, igen, széthullott a monarchia. Tehát Ausztriával. Saint-Germain... Na, honnan ismerős ez a név amúgy? 3B-ben rengeteg focista. Párizsnak van olyan plusz csapatát. Természetesen, legyőzöm a francia klub, ugye. Azon kívül Magyarországgal pedig volt kötnek békét. Versailles-ban, de valaki járt már ott? Versailles parkban? Van ott egy aranyos kis kastély. Nekünk mondjuk nem annyira aranyos. Viszont nem azért építették hajdanán, hogy békeszerződéseket kössenek ott, hanem szerelmi légyoknak legyen helyett, 15. Lajos és a szeretői között. Viszont ez a kastély, azt hiszem sokat mondó, és oda látogató magyar turista nem lesz vidám akkor, amikor meglátja, ez az a kastély, és egy kicsit elkezd rángatózni ugye az idegrendszeren. Jaj, micsoda dű törhet ki belőle, de megnézzük azt, hogy mi is történt majd itt. Tudjuk azt, hogy Trianonban több állam is részesült magyar területekből. Melyik állam kapta a legnagyobb? Románia. Mennyi volt ez a terület? 100-300 km. Hasonlítsuk össze a maradék Magyarországgal. Hát ez 100-200. Tehát ha a tárgyalásokat megfigyeljük, akkor az egyes új hatalmak, új országok bizony jóval nagyobb területeket követeltek. Mindjárt el is látunk. A Csehszlovákia, az új Csehszlovákia milyen területekkel gazdagodott? Felvidék és Kárpátalja. Felvidék, Kárpátalja. Csehszlovákia az első világháború után keletkezett új állam Magyarország területének 61.000 négyzetkilométernyi részét kapta. Ide került 3,5 millió ember. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság több mint 30%-a volt magyar. Hogyan is jutott Európa épp csak megszülető köztársasága mindehez? Tomáš Garrigue Masaryk politikai szerepe már az első világháború előtt megmutatkozott. Az új Európáról szóló koncepciója szerint a nemzeti államok kialakításánál annak az elvnek kell érvényesülni, hogy minél kevesebb legyen a kisebbség száma, ugyanakkor biztosítani kell nekik a polgári jogokat. Úgy képzelt el Európát, ahol mindenki szeretheti saját nemzetét anélkül, hogy másokat gyűlölne. Trianont követően azonban e magasztos elvek nem valósultak meg. Az államteremtő folyamatban szorgalmával és gátlástalanságával is élen járt a mindössze 30 éves Eduard Beneš, akiről maga Masaryk mondta, bez Benese bichom republiku nyemeli, Beneš nélkül nem lenne republikánk. Az egész első világháborúnak van egy pikantériája, amiről nem beszélnek. Az, hogy hiába kényszerültünk bele, már mint mi magyarok ebbe a háborúba. Végül is 1916-ban az a államoknak az a szövetsége, amelyben Németország meg Magyarország is tartozott, 1916-ban tulajdonképpen már megnyerte az első világháborút, az első nagy háborút. És Németország akkor fel is ajánlotta Angliának azt, hogy kössenek egyességet, amit akkor nem békének kellett volna még nevezni, és tekintsenek úgy a előző két évre, mint hogy nem történt volna semmi. Most ebben a kérdésben az akkori angol külügyminiszter Balfour az döntő szerepet játszott, ő ebben nem ment bele. És tulajdonképpen az Egyesült Államokkal tudatosan megverették Németországot, azért nem büntetésként, mert része volt az első világháború kitörésében, na, az igazi bűnös az első világháború kitörésében az akkori orosz titkosszolgálat volt, mert azt szervezte meg azt a konstellációt, amelyben nem lehetett másként lépni, mint hadat üzenni. De
a lényeg az, hogy nem büntetésből nem akarta Anglia Németországgal megkötni ezt az egyességet, hanem azért, mert a különböző más érdekek szempontjából ez elfogadhatatlan lett volna, ugyanis Németországtól, mint nem csak mint katonai, hanem mint gazdasági hatalomtól rettentően tartottak, és az amerikai tőkeérdekeltséget úgy mozgatták meg, hogy belépjen a első világháborúba, és ezzel gyakorlatilag a központi hatalmakat legyőzték. És ennek volt egyik következménye az, hogy a vesztesek közül a leggyengébbet meg lehetett szinte földig lehetett alázni, porig lehetett alázni, és ez Magyarország volt. Németországgal nem mertek annyira elbánni, mint Magyarországgal. A németektől még legyőzötten is féltek. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy Magyarország irányába dolgozott egy bosszú, vagy a magyarság irányába dolgozott egy bosszú, és ennek a bosszúnak a megfogalmazója és szorgalmazója, a érvényesítésének a szorgalmazója, az az akkori cseh és szlovák politika volt történetesen. Tamás Garik Masaryk, Edvard Beneš és Milan Rastislav Štefánik. A békeszerződés nem gazdaságpolitikusok, nem stratégák, nem politológusok, nem európai államférfiak készítették elő, akiknek adták az utasításokat azok a hát elsősorban a francia és az angol szabadkőművesek voltak. Ugyanis mind Masaryk, mind Beneš, mind Rastislav Štefánik nagyon jól beágyazódott a különböző szabadkőműves páholyokba. Beneš Prágában volt a páholynak a nagymestere, Štefánik az a francia páholyokban mozgott otthonosan. Ebben a kapcsolatrendszerben fogalmazták meg azt a tragikus eredménye járó békeszerződést, amely a magyarságot az elmúlt 85 évben sújtotta. Az önálló Csehszlovákia megszületésének első állomása az osztrák-magyar monarchiától való elszakadás, amit a Cseh Nemzeti Bizottság 1918. október 28-án mondott ki. A Prágában kikiáltott új államhoz csatlakozott Turócszentmártonban a Szlovák Nemzeti Tanács is. Ekkor a magyar közigazgatás a magyar lakta területeken még a helyén maradt. Csak a falvakban fordult elő, hogy a helyi rendfenntartóknak menekülniük kellett. Az önkéntes csapatok előrenyomulása azonban folyamatos volt, ami egyértelműen a magyar hatalom leváltását célozta. Beneš elképzelése szerint a megszállás jövezet határa Pozsony, Komárom, Esztergom, Vác, Rimaszombat, Kassa, Csap, Máramarosz-sziget, illetve Lengyelország felé Osztrava, Tyesin. Az új Csehszlovákia katonáit azonban sehol nem látták szívesen. Pozsonyban és Kassán is tüntettek ellenük. Olyan emlékműnél vagyunk, amit nem csak a moha lepett be, amit láthatjuk, hanem sajnos a feledés is. 1919. február 12-e áldozatainak az emlékműve. Mi történt 1919. február 12-én Pozsonyban? Hát ez a város, amely sok évszázadon keresztül egy háromország határán fekvő város volt, Magyarországnak a koronázó városa és országgyűlések színhelye, a lakosai mindig három nyelvűek, három kultúrájuk voltak, tehát német, magyar, szlovák lakosság egyaránt élt itt békében és toleranciában. Ez a város 1919. január 1-én ébredt arra, hogy Csehszlovákiához csatolják, és megszállták a csehszlovák légionáriusok. A lakosság összetétele akkoriban 41%-i német, 40%-i magyar és 15%-i szlovák volt, ám teljes egységben nemzetiségi és vallási különbség nélkül a lakosság a Magyarország integrálása mellett szállt síkra. A bevonuló csapatokat ellenállással fogadták. Az állomáson a város küldöttsége átadott egy tiltakozó jegyzéket, és a csehszlovák csapatok
parancsokai megígérték, hogy Pozsony csak átmenetileg, stratégiai okokból szállják meg. Ezt követően elkezdődött a városnak a tényleges megszállása, és a lakosság, ahogy mondtam, ellenállással fogadta az egészet. Strike volt a közalkalmazottak, vasutasak, sok postások, egyéb alkalmazottak a sztrájkja. Nem szolgálták ki a csehszlovák katonákat a éttermekben, kávéházakban, üzletekben, és végül is a lakosság elégedetlensége február 12-én egy hatalmas tömegtüntetésben torkollott. Ez a tüntetés egy teljesen békés, nyugodt eszközökkel, nem valami fegyveres fordulat lett volna, ám ezt a csehszlovák csapatoknak a némely tisztjei felhasználták egy provokációnak a kirobbantására, és gyakorlatilag ezen a nagy tüntetésen a város egész lakossága kivonult és tüntetett. Egy sortűzzel oszhatták szét a tömeget, aminek helyszínen 7 halálos áldozata volt, 23 súlyos és 100-nál több könnyebb sérültje volt. Ezt követően az egész incidenst a magyar nacionalisták, magyar izgatóknak a provokációnak minősítették, internálták a városnak a vezető rétegét, az értelmiségi rétegét. 1919. március 15-én óriási tüntetés volt Kassán a Honvéd szobornál. A hely, ahol állunk, itt állt a Honvéd szobor, melyet 1906-ban lepleztek le, majd 1919. március 18-áról 19-ére virradó éjszaka a cseh legionáriusok traktorral lehúzták a talapzatáról, éppen azért, hogy több tüntetés ne legyen. Két ifjú hölgyet, egy 13 éves újságárus lányt, meg egy 37 éves alkalmazottat lőttek agyon a cseh katonák. Csehszlovákia nemzetiségi jogait az 1919-ben elfogadott Saint-Germaini szerződés szabályozta, amely garantálta az itt élő magyarok egyéni, személyes szabadságát és kollektív nemzetiségi jogait. A valóság azonban mást mutatott. Magyarszki nyerzumimi. Az ideális posta. A posta, amely a magyar rezsim alatt mintaszerű intézmény volt, és amelynek gépezette a kvalifikált és értékes személyzet kezében hajszál pontos precizitással működött, ma olyan lezüllött stádiumba került, hogy nem egy kultúrállamnak, hanem a legalacsonyabb kultúrájú Balkán államnak is szégyenére válnék. Egy intézménynek, amely arra hivatott, hogy a becsületesség, a megbízhatóság mintaképe legyen, amelyre nem is olyan régen korlátlan összeget, vagyonokat érő árukat és értéket rábízhattak, anélkül, hogy akár egyetlen áruminta is elsikkadt volna valaha a kezelésében, igen rothatnak kell lenni, ha odáig jutott, hogy nem csak egy áruküldeményt nem mernek rábízni, hanem még egy levelet se, ami teljesen indokolt is, mert... Minden ritkább bélyegű levél bélyeg nélkül érkezik a címzethez. Természetesen csak arról, amely elérkezik a címzethez, mert nem mindegyik érkezik el. Itt fekszik például előttünk egy levél, amelyen a következő címzés olvasható. Bahnhofszeitung Verschlesz, Tepla Trencsánszka Teplica. Ez a levél visszaérkezett a feladóhoz a következő megjegyzéssel. Magyarszki nyerazumin, szbet kosice. Mi hibája van, kérjük egy címzésnek? Német nyelven íródott a helységnév, pedig a cseh hivatalos elnevezést használja. Miképpen lehet ezt meg nem érteni, s el nem juttatni rendeltetési helyére? A antant hatalmak elfogadtak egy elvet, hogy az utódállamokra csak a utódállamok csak akkor válhatnak részesévé a békeszerződés adta kedvezményeknek, számukra adta kedvezményeknek, hogyha kisebbségi szerződéseket, kisebbségvédelmi szerződéseket írnak alá. Ez volt az úgynevezett Saint-Germaini szerződésrendszer, és ezt Csehszlovákia is aláírta, amiben kötelezte magát a német és a magyar, meg az egyéb kisebbség, de elsősorban ennek a két kisebbségnek a védelmére, ez az iskolaügyre és a nyelvhasználatra vonatkozott, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a állami iskolákra nem jelentett kötelezvényt, de a magán vagy az egyházi iskolák
alapítását, az engedélyezését kötelezővé tette. Néhány nappal ezelőtt hosszabb cikkben foglalkoztunk a magántanulók vizsgájának égetően sürgős kérdésével. Cikkeinknek még semmi eredménye sem mutatkozik. Az egyes intézetekben már kitűzték a magánvizsgálatok terminusát, de csak azok tehetnek vizsgálatot, akik a miniszteri engedélyt megszerezték, valamint azok, akik már a tanév elején az egyes intézetek igazgatóságánál magántanulóként beiratkoztak. Ebből tehát önként következik, hogy vizsgálatot csak igen kevés magántanuló tehet, mert hisz a tanulók egyik része vagy beiratkozott nyilvános tanulónak, vagy egyszerűen távol maradt az iskolától, mert a régi középfokú intézetek helyébe átmenet nélkül létesített új típusú iskolákkal megbarátkozni nem tudott. A magántanulók egy része Magyarországon óhajt vizsgát tenni. Többen meg is kísérelték ezt, és a határvonalon átszökve Miskolcon jelentkeztek vizsgálatra. Több diákot azonban a határőrök feltartóztattak, és egyszerűen visszazavarták őket. 1919 tavaszán a pozsonyiak hivatalos küldöttsége kereste fel a csehszlovák köztársasági elnököt. Tomás Garik Masaryknál tett látogatásuk többek között érintette az egyetem ügyét. A Magyar Újság főszerkesztője Angermayer Károly, aki mint a Német Néptanács elnöke képviselte a pozsonyi német ajkú lakosság érdekeit is, a következő szavakkal fordult Masaryk elnökhöz. Elnök úr! Pozsony magyar és német ajkú lakossága egyetemlegesen érdekelve van tudományegyetemünk fenntartása tekintetében, amelyet közös erővel és közös áldozatkészséggel megteremtett. Azon magas szempontok, amelyek elnök urat vezérlik, arra a reményre jogosítanak, hogy azok a művelődés és tudomány szolgálatában álló egyetemünk kialakulásánál teljesen érvényesülni fognak, hogy a megértés szellemében és a Pozsonyban három nyelven élő nemzetek közötti soha meg nem zavart egyetértés alapján e kialakulás is mint három nyelvű egyetem minden egyes fakultásnál fog megtörténni. Masaryk elnök nagy figyelemmel hallgatta a beszédet, és így felelt. Gondoskodni akarunk arról, hogy egyetemünk a város régi jó kultúrhírnevének megfelelő legyen, és különösen figyelembe vesszük a jelenlegi önök által oly nagyra becsült tanári karnak megtartását. Annál is inkább, mint hogy annak tagjai nagyrészt két nyelven is képesek előadások tartására. Higgyék el, hogy nem törekszünk erőszakos nemzeti politikát követni. Az a több mint 100 000 felvidéki magyar, akik 1918 novembere és 1919 decembere között elhagyták lakóhelyüket, azoknak azért kellett elmenni, mert ők, nekik nem volt miből élniük. Ez mind a városi középosztályhoz tartozott, és elvesztették állásukat. Tehát nem csak, viszont nem csak a középosztályra vonatkozott ez, hiszen tudjuk azt, hogy például azok a vállalkozók, akiknek nagyobb üzemeik voltak, azok csak úgy tudtak megmaradni egy ideig akkor is, hogyha vállalatukat átalakították és befogadtak egy cseh, illetve csehszlovák üzleti partnert. Ennek a legjellemzőbb példája volt a pilzeni Kolben művek. Született egy döntés arról, hogy ha a Kolben nem fogad maga mellé társtulajdonosnak egy csehet, a Danyeket, akkor államosítják az üzemét. Hát így jött étel, aztán a most ilyen néven ismeretes CKD. De hát ez volt a felvidéken is. De hát ez csak egy rövid ideig tartó megoldást jelentett, mert 1928-ra gyakorlatilag a felvidék a magyar kézben lévő középipar teljesen megszűnt. Bár Csehszlovákia gyakorlatilag ígéretet tett, hogy a hivatalnokokat helyükön marasztja, ám egy idő után ez mégis megváltozott. Elsősorban a hivatalnokoknak a állásban maradását egy hűséges letételéhez kötötték, ami gyakorlatilag úgy volt megfogalmazva, hogy nagyon sok magyar ember ezt egy hazaárulásnak vette volna aláírni. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy Csehszlovákia valószínűleg nem lesz hosszú életű,
és azért ezt nem írták alá, nagyon sokat eltávoztak azzal, hogy hát úgyis néhány hónap, legfeljebb év múlva ismét hazajönnek, de hát egyszer is mindenkor eltűntek ezek a területekről. Nálunk ez a családban is természetesen szinte minden család, magyar családot érintett valamiképpen. Az ükapám, Nagy Károly Lehatics Kálmán például Pozsonyban tábla bió volt, és a legfelső királyi ítélőtábla tagja. Őt természetesen szintén érintette a elbocsátás, és mi, ahogy ő sem volt hajlandó aláírni a hűségesküt, nagyon érdekes a családban mai napig ilyen anekdotaként felmerül az, hogy amikor ez a disznóság kezdődött, életében nem mondta ki azt a nevet, vagy azt a szót, hogy Csehszlovákia, csak úgy hívta ez a disznóság, és Csehszlovákia keletkezését úgy emlegette, mint amikor ez a disznóság elkezdődött, és emlegette, hogy majd amikor ez a disznóság véget ér, mármint szentül meg volt győződve, hogy egyszer ez a rendszer, ez a új divat, ami bejött mostan, meg fog szűnni. Míg az első csehszlovák köztársaságban formálódnak a hétköznapok, folyik a határvita is. Eduard Beneš számos hamis adattal érkezett a tárgyalásokra. Így azt állította, hogy a Magyarországról igényelt területeken a magyarok száma mindössze 21%. Bejelentette igényét a Pozsony, Vác, Miskolc, Ung vonaltól északra fekvő területekre is. Sőt, egy Csehszlovákia és Jugoszlávia közötti zónára, az úgynevezett szláv korridorra is. Állítása szerint a Rutének sem akarnak magyar fennhatóság alatt maradni, hanem Csehszlovákiával szeretnének föderációt alkotni. A Csallóköz Csehszlovákiához csatolása hatalmas viták tárgya lett, hiszen mindenki tudta, ez a terület etnikai szempontból inkább magyar, mint szlovák. A magyar érdeket leginkább az amerikai delegáció képviselte. Viszont a Kárpátaljára vonatkozó igényt a francia, az angol és az amerikai delegáció is kézenfekvőnek tartotta. A Kárpátaljának sajátos státusza volt, amelyet azonban nem sikerült jogilag megfogalmazni. Ezt még a békeszerződés határozta meg. Hát Kárpátalja nem szlovákiai országrésznek a területe volt, hanem Prága függő lett, de autonómiát kellett volna kapnia. Az, hogy miért került Csehszlovákiához Kárpátalja, az nagyon egyszerű, az a határok kialakításának az elvéből származott, mégpedig abból, hogy Magyarország körül a kisantant országok kialakítsanak egy a cordon sanitaire-t, és ennek következtében nem lehetett hadni olyan határterületet, amelyen Magyarország egy olyan állammal határos, amely nem tagja ennek a szerződésnek. 1919. márciusát, a Tanácsköztársaság hatalom átvételét követően hamarosan hadjáratok indultak a cseh és a román hadsereg szétválasztására. A katonák lelkesedése meglepő fordulatot hozott. Alig 3 hét leforgása alatt nyugaton a Garam völgyéig, északon pedig Besztercebánya, Rozsnyó, Bártfa vonaláig jutottak. Júniusban Kun Béla már Kassán szónokolt a tömeghez. A Tanácsköztársaság gyors bukása azonban újabb területcsökkenésekhez vezetett. Burgenlandot megkapta Ausztria, Csehszlovákiához csatolták Ipolyságot, valamint átkerült a pozsonyi hídfő is. A Párizs környéki békerendszer folyamata leállíthatatlan. A Kassai Napló így emlékezik a magyarság számára tragikus napról, 1920. június 4-éről. Hogyan írták alá a magyar békét? A magyar történelem lapjain fekete keretben, fekete betűkkel néz szembe az utókorral az 1920-as év június 4-e. Sötét, bánatfelhős, fekete péntek, dérvert remények nagy pénteke ez a nap,
amelyen millió és millió magyar szív fájdalmas, könnyes rezonanciája összecsendül, zengbong átrezeg a magyar rónákon, és szárnyalva száll messze új határokon túlra, és visszaverődik a komorhegyláncok kőbástyás faláról. Az elszakított területeken élők sokáig hittek a határok gyors revíziójában. A szlovenszkói magyarság főként szellemi vezetőiben bízhatott. A sebek, ahogy Fábry Zoltán is megfogalmazta, azonban nehezen gyógyultak. Mi Trianonért kétszeres árat fizettünk. Hazát vesztettünk, egy addig volt történelmi és földrajzi valóságot, és egyben kételkedtünk egy illúziót. Ettől a pillanattól kezdve új sors és új törvény élt bennünk, a megújulás kényszere, változni. Világba hulló árvaság voltunk, Magyarországból kihulva, kapaszkodó vágyjal ide csöppentünk. Miskolc meg Vác is csehszlovák területnek volt kiszemelve, és érdekes lenne feltenni a miskolciaknak vagy a váciaknak a kérdés, hogy el tudják-e képzelni azt, hogy reggel felébrednek, és akkor már nem Magyarországon laknak, noha éjszaka nem hatták el a lakóhelyüket, hanem egy más ország felségterületén. Hogyha ezt el tudják képzelni, akkor meg tudják érteni a trianoni békeszerződést és a következményét. Ha nem tudják elképzelni, akkor pedig egyáltalán nem is tudják felfogni azt, hogy mi történt a magyarsággal a 20. században. Abban álmodozni, hogy nagy Magyarország megint létrejön, azt szerintem már egy álom. Viszont akkor mi lehet a felvidéki magyarságnak? Vagy asszimilálódunk, kiszerettem, vagy pedig egyfajta autonómia. Hol van a kerülő pillanat az autonómia? Thank you.